Na sziasztok, én megígértem, hogy a következő videómat egy hátraszaltóval kezdem. Mi lenne jobb egy hátraszaltóval, hanem két hátraszaltó, úgyhogy kedves testvérem most Jakob lesz, és ott vagytok ti elvileg, kedves nézők, ezt akkor csináljuk. Mindezt a mi gyönyörű ramink vette fel. Na kezdődjék a vlog! Na jó nőt kívánok mindenkinek, én a Nagy Beni vagyok, és köszöntelek titeket ebbe a nőnapi napi vlogba. Nekem ma van nőnap, de ti ezt csak egy nappal később látjátok, úgyhogy hölgyeim, nagyon boldog nőnapot szeretnék kívánni. Nagyon fontosak vagytok nekünk, nagyon szeretünk titeket az év minden napján, de ma különösen is. Emellett nagyon-nagyon sok programom lesz ma, ha minden igaz, úgyhogy gondoltam, ma napi vlogolok egyet, és kezdődjék a nap egy jó kis edzéssel. De először megmutatom, hogy mi fogja adni az energiát. Három tojás, jó sok békön, zabkása, meg narancslev. Kell. Na, Hali? Hia! Mondjad! Hát boldog nőnapot, egyetlen nő az életemben. De jó. Az egyetlen jó van, de remélem nem örökre. Hát reméljük, hogy lesz egyszer egy gáré. El lett pusztítva az étel, és most pedig menni fogunk edzeni, de képzeljétek, most ez nem egy hagyományos edzés lesz, mert menjünk az oxigénbe, az oké. Viszont kedves Bagi Zoltán barátom fog engem megedzeni, aki ott személyedző. Kérdezheted, hogy miért nem a kedves bátyámhoz, aki szintén ott személyedző? Azért, mert nagyon elfoglalt volt, és nem tudtuk összeegyeztetni most, úgyhogy most Zoli fog engem megedzeni, és ráadásul most Zoltán nap van, úgyhogy majd megkérdezem a büfés nénit, hogy Zolinak mi a kedvence a büfében. Szerintem egy almát fog kapni tőle. Na menjünk! És meg is jöttünk. Na, egy Zoli ajándéka meg is van. Mivel Zoli nagyon szeret egészségesen táplálkozni, így én is egy ilyesmivel készültem. Vettem neki két almát. Meg egy banánt. Szia! Boldog névnapot szeretnék kívánni, de várj, az nem csak úgy megy. Hoztam neked két almát. Meg egy banánt. Fogyaszd egészség! Zoli elpusztította az összes izmomat, az összeset, Jézusom! És már haza is toppantam, viszont van egy nagyon jó hírem! Kisütött még a nap is. Úgyhogy lányok, még a nap is kisütött, remélem nagyon boldog, hát most már egy múlt időben mondom, tehát hogy remélem nagyon boldog volt a nőnapotok, hiszen napsütés és gyönyörű boldog nap állt előttetek. De legyetek ma is boldogok, viszont nekem most mennem kell egy meetingre. Igen, mert én olyanokra is járok, képzeljétek el, úgyhogy most fogok indulni, és azután egy nagyon izgalmas helyszínről fogok jelentkezni. És az Oceanba teleportáltam hirtelen. Na figyeljétek a kosaram! A chipseket nem tekintve, szerintetek ebből mi lesz? Leírhatjátok, mert úgyis ebből gyrosz lesz, és itt vagyok Dorinával, aki nem akar szerepelni, de itt van. És Dorinával éppen bevásárolunk, aztán megyünk haza, és Dani 9 körül fognak hozzánk érkezni. Hozzánk? Hozzám költöztél, nem is tudtam. És addig meg előkészítjük a gyíroszt. Szóval a szerzeményünk nagyon szép húsvéti szalvéta. A gyíroszhoz kellékek, joghurt, fűszer, ubi, pita, még egy nagyon szép nyuszis szalvéta. Csirke cickó, sic. Hagyma, salé. Paradicsom, a sajt az feleslegesen, mert csak nekem kell. Ubi! Hát, na, ezt nem vettem. Miért? Fel lehet izé turbózni, nem lehet alkoholt? Sajtos gyrosz. Én nem iszok alkoholt, ezt csak a vendégeknek vettem, én mindig vizet iszok, és csak egészségesen táplálkozok, sose káromkodok, és szeretem a lovakat. Most Dori nagyon szépen ügyeskedik, vágja gyorsabban sokkal. Nem tudom, hogy trükköt arra az, hogy ne könnyezni a szemem, mert sírjuk. De nem vágok, hagyj már. Bár mondjuk, ez sem egy rossz megoldás. És vettünk még ilyen nagyon szép kelyheket, kérdezheted, hogy miért? Na azért... Mert a desszert puding lesz csokis, meg lesz karamellás, meg lesz... Várj, nem csokis, várj, van még valami. Lesz még vaníliás is, oda néz. És még gluténmentes is, mert annyira odafigyeltem erre, Dorina! Rád gondol. Nem tudlak komolyan menni ebbe. Úgyhogy várjuk a kedves vendégeket, akik ha minden igaz hamarosan megérkeznek. Hát úgy gondoltam amúgy már, hogy
úgy félkész vacsival várjuk őket, tehát ez kicsit megcsúszott, de legalább friss lesz. Úgyhogy odafigyelj, most én vagyok. Sziasztok, én viszont Dani vagyok. És minden lánynak boldog nőnapot szeretnék kívánni. Tessék, finom alma. Narancs, tessék. Egészségedre. Na, Dániel, készen van a mindenség. És akkor a mai desszertünk pedig. Egy kis nyers. Sajt kéne még hova is, ha nincs, akkor nem. Még? Szerintem nem elég. Szóval én ezt megfogom. Pakold, rendesen van bőven. Ne. Dori, ne itt a sered. És még haza is vezetsz ráadásul, nem? Nem. Nem tudok vezetni. Nincs is jogsít. Ja, nem úgy, nem izottam. Köszönöm. Egy kis pohárka. Csak egy pohár. Csak egy kis pohár. Aszta. Az a baj, ezután biztos, hogy másnapos leszek. Bármikor ilyet leszek. Úgy kell egy rendi, hogy... Kész az első adag. Ó, de ügyes. Kikéri? Dani. Adat érte. Kézzel. Tessék, itt tányért fogjál, és akkor mehet. Jó, itt vagyok, kiválom. Köszönöm. Okay. Ezután mi jött? Hús? Ott van fent. Hát adsz egy. De lehet, hogy ez kizárólag biohús. Nyilván. Ne. Zöld pipes. Ez tofu. Elugrok tányér. Tofu az nagyon büdös, amúgy nem szeretem. Akkor nem tofu. Nem tudom, mennyi hús raktatok az előbb. Ez egy szám. Az nagyon sok. Akkor ez egy húsosabb. Akkor ez egy húsosabb adag lesz. Akkor ez lesz az enyém. Miért itt nincs itt most? Igen? Beni szeret veszélyesen élni. Nem fogod tudni összetekelni. Akkor ez ilyen pizzás lesz. Ez egy kicsit pizzás. Jézusom. Ez a legextrább lesz. Ez ilyen kés villa. Húha. Nincs valakinek cellux vagy szikszalag? Uh-huh. És akkor ami kiesít, az kés. Ez belefér. Te munkád ennek. Jó, ez így összefügg. Hopp, ez meheted is. Hopp. Ez itt a tányér vagy. Dami. Hát hihetetlen! Csatozd össze magam! Hajcsatod, nincs hajad vagy? Nincs. Egy hajgumi van. Ilyen szárító csipezem nincs, mert nincs mosógépem sem. Egy hullámtővet, én tűzrumát. Nincs mosógéped. Na de ennél a résznél letettük a kamerát, mert istenig rossz csináltunk, és nagyon finom volt, úgyhogy hi? És tulajdonképpen már másnap van, mint láthatjátok, gyönyörű időnk van, 15 fok volt van, de ez tök minden, igazából még egyszer utolok boldog nőnapot a lányoknak, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha végignézted ezt a videót, ha tetszett, dobj rá egy lájkot és iratkozz fel, én Benni voltam, szavattok!